A Monopolis, a páratlan város egy 2-től 4 függ játszható társasjáték, amelyben a játékosok egy közös várost építenek, fejlesztenek, miközben egyénileg mindenki a lehető legtöbb pontot szeretné elérni. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, építménylapkákat, személyes táblákat, egy húzózsákban igénylapkákat, nyersanyagkártyákat, faházakat és különböző jelölőket. A központi beszerzőtábla fölé Válogassuk szét érték szerint az építménylapkákat. Paklinként keverjük meg őket, és legyenek képpel felfelé. A kártyákat válogassuk szét a hátlapjuk alapján, és képezünk belőlük egy-egy képpel lefelé forított paklit a beszerzés tábla alatt, majd a tábla bal, illetve jobb oldalára is a megfelelő paklikból 3-3 kártyát kell képpel felfelé megfordítani. A pontjelölő fakockákat helyezzük mindenki számára könnyen elérhető helyre. A húzózsákba szórjuk bele az összes igénylapkát, és keverjük meg azokat jól, minden játékos válasszon egy-egy színt, és vegye magához a színhez tartozó játékostáblát. 3, illetve 4 fős játék esetén a 9 mezős oldalra lesz szükség, 2 fős játék esetén pedig a 12 házmezős oldalra lesz szükség. A játékosok helyezzenek a saját játékostáblájukra egy-egy házat, ezekre a mezőkre. Emellett a játékos táblákon különböző nyersanyagsávok találhatók. Egy-egy ilyen saját színű jelölő kerüljön minden sáv nulla mezőjére. A pénzhez két sáv is tartozik a tízesek és az egyesek jelölésére. Mindenki öt pénzzel kezd, így ez a jelölő kerüljön az ötös mezőre. Ezt követően minden játékos húzon egy-egy kártyát a baloldali pakliból. Ha valaki jokert húz, azt rakja félre, és húzza helyette másik kártyát. A felhúzott kártyán két nyersanyagnak kell szerepelnie, és ezeket megkapják a játékosok, tehát mindenkinek lesz egy egyedi kezdőkészlete, két kezdő nyersanyaggal. Ezt követően a felhúzott kártyákat, illetve a félretett jokereket vissza kell keverni a megfelelő pakliba. Helyezzük a játéktér közepére a várkastély lapkát. Ez lesz az épülőváros közepe, az indulópontja és húzunk ennek a lapkának a négy oldalára egy-egy igénylapkát a húzózsákból. A húzózsákot helyezünk mindenki számára könnyen elérhető helyre, majd jelöljünk ki egy kezdőjátékost, ő kapja meg a kezdőjátékos jelölőt, és kezdődhet is a játék. A kezdőjátékosa kezdve a játék menete az óramutató járásával megegyező irányban halad, és a játékosok a körükben két akciót hajthatnak végre. A kezdőjátékosa kezdve a játék menete az óramutató járásával megegyező irányban halad, és amikor egy játékos sorra kerül, akkor két akciót kell, hogy végrehajtson, és alapvetően két akció lehetőség is van. A sorra kerülő játékos kártyát vásárolhat, ezekkel nyersanyaghoz lehet jutni, vagy építkezhet, azaz egy épületlapkával bővíti a várost. A két különböző akciót tetszőleges sorrendben végre lehet hajtani, de a körben végrehajtott két akció akár ugyanaz is lehet, emellett pedig egy akció helyett passzolni is lehet, ezért egy pénz jár. Nézzük először is a vásárlást. Minden kártyahely fölött látható, hogy az ott lévő kártya mennyi pénzbe kerül. Ez egy és négy között lehet. Amikor egy játékos megvesz egy kártyát, akkor kifizeti az ott látható pénzt, jelen esetben hármat, és azonnal megkapja a kártyán látható nyersanyagokat. Ezeket rögtön jelzi is, azaz egyel jobbra lépteti a megfelelő jelölőket. A nyersanyagkártyát pedig el kell dobni. Amikor egy játékos Joker kártyát vásárol, ő itt Liza, aki mindent elintéz, bármit beszerez, akkor a pénz kifizetése után két lehetőség van. A Jokert azonnal bármilyen másik nyersanyagral be lehet váltani. Tehát mondjuk ez a játékos dönthet úgy, hogy itt léptet egyet ezen a jelölőn. De három Joker tárolási lehetőség is van. Így az is lehet, hogy ténylegesen Jokerként könyveljük el, és majd amikor nyersanyagot használunk fel, akkor eldöntjük, hogy miképpen szeretnénk felhasználni. A kártyák tehát sohasem kerülnek a játékosokhoz, azokat el kell dobni, és az aktív játékos a köre végén töltse fel az üresen maradt helyeket. Először is minden kártya a kategóriáján belül csúszon balra mennyire lehet. Itt például ez a két kártya egyenlejjebb csúszik. És a legnagyobb értékű üresen maradt helyre fel kell húzni a pakliból kártyákat, amíg mind a hat mező meg nem telik. Fontos tehát, hogy amennyiben egy játékos mindkét akciója vásárlás, azok között nem lehet feltölteni a kínálatot. A másik akció lehetőség pedig az építés. Építkezni kizárólag igénylakkák helyére lehet, és ha olyan igénylakkát teljesítünk, amelyen négy nyersanyagra van szükség, tehát például ennél, vagy ennél az igénylapkánál négy nyersanyagra van szükség, és ezt a négy nyersanyagot ténylegesen be is tudjuk fizetni, akkor bármelyik épület típusból a legfelső lapkát megépíthetjük, és ez az épületlapka bekerül az igénylapka helyére, az igénylapka pedig a játékoshoz kerül, az igénylapkákon pedig lehetnek azonnali jutalmak, itt például kettő Joker, ezt rögtön le is kell lépni. Itt például kettő pénz jár az építkezésért, és vannak olyan igénylapkák is, amelyek nem adnak azonnali jutalmat. Ezeket az ikonokat a játékosok az egész játék folyamán gyűjtögetik, és majd a játék végén érnek pontokat. Végezetül pedig a megépített lapkára egy saját ház kerül. A házakat sorrendben kell elvenni, tehát 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és így tovább sorrendben kell megépíteni őket, és minden alkalommal, amikor egy mező szabaddá válik, akkor az ott látható jutalom érvényesíthető. A házak megépítésével az első oszlopban egy joker és egy pénz szerezhető minden ház esetében, a második oszlop esetében két pénz, a harmadik oszlopnál pedig egy pénz, és a játék végén minden így felfedett mező kettő-kettő győzelmi pontot ér. Tehát jelen esetben, ha ez a játékos megépítette ezt a hatos értékű épületet, akkor az első faházát ide helyezi, és azonnal kap egy pénzt, valamint Jokert, mivel a Joker sávja amúgy is a maximumon van, úgy dönt, hogy itt léptet egyet. A nyersanyagok befizetésekor természetesen minden megfelelő nyersanyagot a jelölő visszaléptetésével be kell fizetni, és ha nem rendelkezünk valamiből nyersanyaggal, akkor Jokerrel fizethetünk érte amennyiben olyan igénylapka költséget fizetjük ki, ahol csak három nyersanyagra van szükség, akkor a teljes költségbefizetése befizetése után csak az első három épülettípusból választhatunk, tehát a 4-es és 6-os értékűből nem, minden egyéb ugyanúgy működik, tehát az épületlapkát be kell helyezni a költség kifizetése után az igénylapka helyére, az igénylapkán lévő azonnali utalom rögtön jár, házat kell helyezni erre az új épületre, a felfedett mezőért is jár a jutalom, és az aktív játékos a köre végén a húzózsákból fel kell, hogy töltse az üresen maradt épület oldalakat igénylapkákkal. Így tehát a játék előrehaladtával egyre több helyre lehet majd építkezni. És fontos, hogy amennyiben egy játékos a körében mindkét akciója során építkezik, akkor az építkezések között nem húzhat új igénylapkákat, ezt csak a köre végén teszi meg. Az építkezés során tehát 4 nyersanyag befizetésével bármelyik épület megépíthető, három nyersanyag befizetésével az első három épülettípus egyike építhető meg, és azoknál az igénylapkáknál, ahol ugyanabból a nyersanyagból több példányra is szükség van, lehetőség van kettő ugyanolyan nyersanyagot befizetni, ilyenkor azonban csak egyes vagy kettes típusú épület építhető meg az adott helyre, tehát itt például kettő munkaerőbefizetésével, vagy itt kettő szerszám befizetésével, vagy például itt kettő tervrajz befizetésével, egyes vagy kettes épület építhető meg, és bár így kisebb a választék, az épületek könnyebben megépíthetők, és a rajtok lévő ikonok is gyarapodnak. Itt ebben az esetben a kör végén csak erre a két helyre kell igénylapkát húzni. Ide nem, hiszen ehhez a területhez már tartozik egy igénylapka, mindegy, hogy azt melyik oldalról helyeztük be. Az építkezéssel kapcsolatban pedig van még egy fontos szabály. A központi várkastélytól legfeljebb három távolságra lehet építkezni, tehát a teljes város legfeljebb 7x7-es négyzetrácsban el kell, hogy férjen. Ha a várkastélytól egy irányban már három épületlapka van, akkor annak a szélére már ne kerüljön újabb igénylapka. Nézzük meg, hogy a különböző épületeknek milyen funkciói és milyen hatásai vannak. A park ugyan csak egy pontot ér, de kettő ikon is megtalálható rajta, ami jól jöhet majd a játék végi pontozás során, és fontos, hogy két park sohasem lehet egymással szomszédos, tehát ide, ide vagy ide nem építhető ez a park. Erre ugyanúgy házat kell helyezni, és a játék végén a legtöbb parkot építő játékos 10 pontot kap, a második legtöbb parkot építő játékos pedig 5 pontot kap, amennyiben az első helyen alakulnak döntetlen, minden érintett játékos 5-5 pontot kap, a második helyzet pedig nem kap pontot, ha pedig a második helyen alakul ki döntetlen, akkor minden érintett 2-2 pontot kap. A lakónegyedek 2 pontot érnek, és egy ikon látható rajtuk, ugyanúgy házat kell helyezni rájuk, és igazából önmagában csak ennyi. A két azonos nyersanyag miatt könnyű ezeket megépíteni, és igazából üzleti negyeddel lehet felturbózni az értéküket. Ugyanis minden üzleti negyed egyel több pontot ér minden azzal a szomszédos lakónegyedért, tehát ez az üzleti negyed most kettő ponttal többet ér ez a két szomszédos lakónegyed miatt. A pluszpontokat ezekkel a szürke kockákkal lehet jelölni, így most ez az üzleti negyed 5 pontot ér. Ráadásul a lakónegyedek is értékesebbek lesznek az üzleti negyedek miatt, tehát a lakónegyedek is 1-1 ponttal többet érnek minden velük szomszédos üzleti negyedért, így ez meg ez a lakónegyed szintén egy ponttal többet ér, azaz 3-3-at, és ahogy látható, ez játékos szinttől független. Tehát mindegy, hogy melyik játékoshoz tartozik az üzleti negyed és alakú negyed. Amikor valaki üzleti negyedet épít, akkor a megszokottól eltérően kettő házat kell rá helyeznie, és mind a két házért jár a jutalom, amilyen mezőket felfedtek, emellett pedig kettő pénzjutalom is jár, a munkaterületek pedig önmagukban négy pontot érnek. A különleges épületek pedig 6 pontot érnek, tehát az a játékos, aki ide helyezi a házát, 6 pontot kap majd a játék végén, ezen kívül nincs más előnyük. A játék tehát így zajlik, a játékosok a körükben két akciót hajtanak végre, kártyákat vásárolnak, vagy építkeznek, esetleg passzolnak egy-egy pénzért, és amikor egy játékos az utolsó házát is felhelyezi, akkor az adott forduló még végig megy, tehát a kezdőjátékos jobbján ülő játékos lesz az utolsó, aki sorra kerül, hogy minden játékosnak ugyanannyi köre legyen, és ezt követően a pontszámolásra kerül sor. Először is minden 5 megmaradt pénz 1-1 pontot ér, tehát például itt 12 megmaradt pénz az 2 pontot ér, és innentől kezdve a pénzsávok pontotósávok lesznek, tehát a 12 pénzből mindössze marad 2 pont, és itt lehet a további pontokat számon tartani. Minden játékos annyi pontot kap, amennyit a személyes tábláján felfedett, ez 3, illetve négy fős játék esetén maximum 6 pont lehet, két fős játék esetén pedig maximum 8. Ezután kell a különböző ikonokat kiértékelni. Négy ilyen ikon van, a bója, a légkalapács, a daru és a téglafal. Minden játékos összesítse, hogy a különböző ikonokból mennyivel rendelkezik. Figyelembe kell venni azokat az épületeket, ahol saját ház van illetve az elvitt igénylapkákon lévő ikonokat. A négyes értékű épületek attól, hogy két ház van rajtuk, csak egy ikont biztosít, a parkok pedig a játékosok számára kettő ikont is biztosítanak. Minden egyes ikon esetében, aki a legtöbbet gyűjtötte, négy pontot kap, a második helyezésért pedig két pont jár. Ha az első helyet illetően valamelyik ikonnál döntetlen alakul ki, akkor az érintettek 2-2 pontot kapnak, és a második helyezésért nem jár pont, ha pedig a második helyezést illetően alakul ki döntetlen, akkor az érintettek 1-1 pontot kapnak. Ezt követően a parkokat kell kiértékelni. Ahogy említettem, a legtöbb parkkal rendelkező játékos 10 pontot kap, a második legtöbb parkkal rendelkező játékos pedig 5 pontot kap, döntetlen esetén pedig 5-5, illetve 2-2 pont jár. Végezetül pedig minden építménylapka annyi pontot ér, amennyi a jobb felső sarokban látható, emellett pedig a lapkákon lévő szürke kockák mindegyike egy-egy ponttal növeli az adott lapka értékét. A pontok összesítése után pedig a legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes. A Monopolis, a páratlan város egy viszonylag könnyű, szabályrendszerű, látványos társas játék. Izgalmas, ahogy a játékosok közösen alakítják ki a várost, a megszerzhető pontokért azonban, kiélezett verseny zajlik. Aki szereti a könnyedebb játékokat, de szívesen tervez, számol, tegyen bátran próbát a Monopolisszal. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.